Magyarország az Egyesült Államok fokozódó támogatására számíthat. Ezt hazánk ideiglenes köztársasági elnöke közölte, miután 40 percet tárgyalt az amerikai elnökkel. George Bush meghívta a kelet-német miniszterelnököt Washingtonba. A látogatás várható időpontja június eleje. A szovjet és az amerikai külügyminiszter megbízta a szakértői csoportokat, hogy több fegyverkorlátozással és leszereléssel összefüggő kérdést vitassanak meg, még az éjjel. Sevárnadze és Baker holnap tovább tárgyal. A litván parlament és kormány állítólag már szombaton megvitatja, milyen javaslatokat tett a szovjet vezetés a litván függetlenségi nyilatkozat visszavonásával kapcsolatban. Erről a litván kormányfő tájékoztatta az újságírókat. Ma adják át New Yorkban az idei Roosevelt díjakat. A kitüntetettek között szerepel Václav Havel és Tőkés László is. Köszöntöm Önöket! A nappali órákban a Dunántúl középső és déli vidékein ismét előfordultak heves zivatarok. Egy-egy zivatargócban felhőszakadás méretű csapadék hullott, sőt, Zalaegerszeg környékéről jégesőt is jelentettek. Most már jóval csendesebb az idő, a zivatarok megszűntek, de az országnak a déli, délnyugati térségében még mindig csendes eső hull ezekből a felhőkből, amelyek itt a műholdképen is láthatók. Az ország középső és északi vidékein jóval kevesebb a felhő, és a hőmérséklet úgy átlagosan 11 és 16 fok között van. A hétvégén északnyugat felől egyre szárazabb, mérsékelten meleg levegő érkezik a Kárpát-medence térségébe. Ez a déli felhősáv azonban csak nagyon lassan távolodik tőlünk. Ezért úgy néz ki, hogy szombaton itt a déli országrészben még egyelőre sok lesz a felhő, aztán vasárnap már országszerte túlnyomóan napos idő lesz. De nézzük, hogy hogy néz ki a prognózis az éjszakai órákra. Az éjszaka hátralévő részében a Dél-Dunántúlon, illetve az Alföld déli részén még előfordul ismétlődő eső, az ország többi részén csapadékra nem kell számítani. A hajnali hőmérséklet úgy 7 és 12 fok között lesz. Holnap napközben az országnak a középső, valamint északi, északkeleti vidékein több órára kisüt a nap, a déli ország részben viszont délelőtt még jobbára erősen felhős lesz az ég, és ismétlődő csendes eső várható. Aztán itt is csökken majd a felhőzet, és rövid időszakokra kisüt a nap. A hőmérséklet csúcsértéke 17 és 22 fok között alakul, olyan 20 fok körüli hőmérséklet körülbelül megfelel így május közepének. Kedves nézők, a hétvége időjárása tehát meglehetősen változékony lesz, legalábbis a holnapi napé. Vasárnap viszont már túlnyomó rész napos idő lesz, kellemes kiránduló időre, mérsékelten meleg időre lehet számítani. Ezzel búcsúzom, viszontlátásra! Lapszemlénket kezdjük a Magyar Nemzettel, a lakásügyekről ír Komor Vilma a lap hasábjain. Azzal kezd a cikket, hogy a lakosság torkig van a legkülönbözőbb lakáskoncepciókkal, majd azzal folytatja, hogy most három olyan szakembert kérdezett a megoldásról, akiket az utóbbi évtizedben, amikor megkérdeztek, akkor mindig komoly és megalapozott véleményt kaptak tőlük. Ajánlom figyelmükbe a Könyörtelen váltás lakásügyben című cikket a Magyar Nemzetben. A Népszabadság egyik cikke így kezdődik. Részlet a tavalyi bűnügyi statisztikából. A bűncselekmények száma az előző évihez képest 21,6%-kal emelkedett, ugyanakkor azoknak a közvádas ügyeknek a száma, amelyek elkövetője ismeretlen maradt, 48,2%-kal. Budapesten immár több eset maradt felderítetlen, mint felderített. Kevés ország büszkélkedhet a bűnözésnek, bűnüldözésnek ilyen mértékű gyors romlásával. Mi is történik voltaképpen? Elönt bennünket a bűnözés? Erre próbál szubjektív választ adni a kutató, a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem docense, és ezt olvashatják a Népszabadság mai számában. A Népszavában pedig azt, hogy a szállodák, éttermek, szórakozóhelyek többsége ma már annyira lerobbant, hogy inkább elriasztja, mint vonza a jól fizető igényes vendégeket. Osváth Sarolta írásából azt is megtudjuk, hogy a vagyonügynökség a KEM kereskedelempolitikai főosztályával egyetértésben a legelsők között szorgalmazza a szállodaipari tulajdonviszonyok átalakítását. A Magyar Hírlap ezt írja, nem csak mosoly és buongiorno, végre valaki kedvébe jár a magyar turistáknak.
Jó érzés, hogy számít valaki a pénzünkre, és harcol azért, hogy az ő szállodáját vagy apartmanjait választjuk. Legalábbis ezt tapasztalta az újságíró, amikor Emilia Romagna tartomány idegenforgalmi vezetőivel találkozott. Tapasztalatait olvashatják a Magyar Hírlapban. Kerámia mese ajándékba címe az Esti Hírlap cikkének. Dunai Csilla az írásban arról a kiállításról számolt be, amelyet egy finn kerámikus művésznő rendezett elsőként a Vakok Intézetében, és azzal a gondolattal zárja cikkét, hogy az sem lenne baj, ha magyar művész írna kerámia mesét azoknak a gyerekeknek, akik csak a kezükkel tudnak látni. A Nemzeti Népsport parlamenti beszélgetést közöl Kulin Ferenccel. A cikk címe az élsportot egyensúlyba hozni a tömegsporttal. Nekem az jutott eszembe ezen a késői órán, hogy az a vicc jutott eszembe... Késői vagy kora hajnali, ki vagy veszi. Most nem az időponton szeretnék viccelődni, csak az jutott eszembe, amikor a hosszú írásban valaki beírja két sor közül, hogy aki idáig elolvasta, az kap tőlünk valamilyen ajándékot. A eredeti anekdótában sörrel van, ezt nem kínálhatjuk fel, de aki idáig megnézte a TV2 műsorát, annak eláruljuk, hogy a Balatonvize 23 fokos. És te tudod, hogy ez miért nincs benne a meteorológiai jelentésekben? Én valamit hallottam, hogy állítólag megegyeztek abba, hogy június elejéig nem. Június első előtt nem mondják, úgyhogy de június első miért? Előtt, hát a rend az rend. Szóval június első előtt ezt jutalomból elmondtuk önöknek, hogy 23 fokos a Balaton. Sőt, még azt is eláruljuk, hogy ma kora délután Berke Zsuzsa és Déri János köszönti majd önöket. A tegnapi két műsorvezető, Dömsödi Gábor és Jómagam, akinek munkaideje ma ért véget. És akit Kudlik Júliának hívnak. Szép álmokat és jó éjszakát. És tudjuk, hogy akik holnap fürödnek a Balatonban, azok néztek minket. Jó éjszakát!